Reggeltől délutánig pattogott folyamatosan a labda, barátok és sportolók emlékeztek együtt a tavaly tragikusan elhunyt Gyúróra, aki több győri csapatnál is tevékenykedett, Cseh Zsolt szabadidejében maga is sportolt, szívesen járt például lábteniszezni is. Zsolt nagyon sokat segített nekünk a lábteniszben, nem kell mondanom, hogy egy csomó sérüléssel fordultunk hozzá, amit teljesen önzetlenül, barátilag nem mindent megpróbált, hogy helyrehozza. Nagyon hiányzik egyébként közülünk, hiszen ő is szívvel, lélekkel játszotta ezt a játékot, állandóan telefonokkal egyeztetett, hogy ki mikor tud ráérni és tud játszani. Az indulók profi, amatőr és öreg fiúk kategóriában szállhattak versenybe egymással, közel 30 páros érkezett az emléktornára. Cseh Zsoltot nagyon sokan szerették és tisztelték, a szervezők épp ezért döntöttek úgy, hogy a tavalyi zárt körű torna után idén nyilvánossá teszik a versenyt minden érdeklődő előtt. Zsolt nagyon jó barátom volt, emlékét őrizzük ezzel a lábtenisz versennyel, emlékversennyel. Próbálunk előtte tisztelegni, édesapja is itt volt, mondott egy-két jó szót itt a verseny előtt. Konkrétan régi baráti társaságokkal együtt szokott játszani, őket próbáltuk itt összeszervezni. Nagyon szomorúan vettük a halál hírét, és nagyon örültünk annak a Kántor Pista által indított kezdeményezésnek, hogy Cseh Zsolt emléktornát rendezzünk, mert úgy érezzük, hogy a sport iránti elkötelezettsége, a kézilabda mellett a lábtenisz iránti elkötelezettsége megérdemli azt, hogy egy róla elnevezett tornán mutassuk be tudásunkat és emlékének adózzunk. Bár a torna célja az emlékezés volt, a szombat cseppet sem szomorú hangulatban telt. Nagyon jó hangulatban telik, mivel ő is azt akarná, hogy itt mindenki csak vigyorogjon és nevessen, minél hangosabban, nagyon sok hülyeséggel. Az ő emlékét próbáljuk ezzel is idézni. Az emlékversenyre eljött a tavaly junior világbajnokságot nyert Fodor Ádám is, aki bár személyesen nem találkozott sohasem Zsolttal, azt mondja, nem volt kérdés, hogy részt vegyen az emléktornán. Sajnos nem ismertem, de az edzőm jól ismerte, és mondta, hogy lesz egy jó verseny, jó körülmények között, és hogy mindenképpen jöjjünk el erre a remek versenyre. Milyen hangulatban telik a verseny, mennyire vagytok elégedettek a ti teljesítményetekkel? Egyelőre nagyon vagyok elégedve, nagyon jó az időjárás is, szerencsére nem esik az eső, pálya körülmények nagyon jók, és szerencsére eddig mi is jól teljesítünk. A szervezők az emléktornát a tervek szerint minden évben megrendezik majd, tisztelegve ezzel Cseh Zsolt emléke előtt.